Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatej televízió híradóját látják. Én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Szomorkás idő, fergeteges hangulat, ez jellemezte az idei szexádi szüreti napokat. Gőzmozdony gurult be Dombóvára, sokan voltak kíváncsiak a jármű Matuzsálemre. Elaludt a sofőr, szörnyet halt az áldozat, nem kell börtönbe vonulnia a vétkes férfinak. Szüreti fesztivál nagy dorogon, a rossz idő sem szegte az emberek kedvét. Szomorkás idő, de fergeteges hangulat. Ez jellemezte az idei szexárdi szüreti napokat. Az eső ellenére is több ezren fordultak meg a négynapos rendezvényen. Bár a hagyományos felvonulás elmaradt, szinte minden programot sikerült megtartani zárt térben. Voltak, akik Győr-Moson-Sopron vármegyéből érkeztek a fesztiválra. Az eső sem riasztotta vissza az embereket a szüreti napok programjaitól. A Human Brass Band együttes szombati koncertjén elképesztő hangulatot varázsolt a Vármegyeháza színpada helyett a kapuajban. A rossz idő ellenére az ország számos pontjáról érkeztek a Tolnai megyeszékhely egyik ikonikus rendezvényére. Győr-Sopron megyéből érkeztünk, most vagyunk itt első alkalommal, és hát reméljük, hogy jól fogunk szórakozni. Budapestről és Miskolcra barátainkkal, rokonainkkal több éve járunk erre a rendezvényre, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. Az eső ellenére is mindig el szoktunk jönni. A hagyományos szüreti felvonulás ugyan elmaradt, de a programok többségét fedett helyen meg tudták tartani. Azonban a szervezők a felvonulásról sem mondtak le végleg. Olyan sok munka, olyan sok előkészület volt itt a résztvevők részéről, a szereplők részéről, iskolák, intézmények, néptánccsoportok részéről a felvonulásban, hogy mi szeretnénk később egy másik időpontban bepótolni. Ez egy kicsit rendhagyó történet, ilyen még nem volt a szüreti napok kapcsán, hogy egy felvonulás nem a szüreti napok alatt valósult meg, de azt hiszem van erre máshol is példa az országban, úgyhogy amennyiben majd ezzel a partnereink egyetértenek, úgy mindenféleképpen keresnénk erre egy alkalmas időpontot. A Most jön a java elnevezésű Tolna megyei táncegyüttesek találkozóját és a szüret táncos párja választást a Babits Mihály Kulturális Központban tartották meg, szinte teltházzal, ahol a 2022-es szüreti fesztivál táncos párja, a Bartina Néptánc Egyesület színeiben induló Szabó Zsófia és Görzsöny Bálint lettek. A fesztivál utolsó napján már az égiek is kegyesek voltak, és ez meg is látszott az utcákon. Fiatalok, idősek, kisgyermekesek egyaránt kilátogattak a rendezvényre. Már akartunk jönni, csak pocsék idő volt eddig. Lelátogattunk egy kicsit a családdal, hogy kiszellőztessük a fejünket. Gyurkovics Jánost, Szekszárd alpolgármesterét is felfedezte stábunk a vasárnapi tömegben. Természetesen azért nagyon örülök, hogy nagyon sok emberrel találkozik az ember, nagyon sok jó baráttal, és hát mindenkihez van az embernek egy-két jó szava, és örülök annak, hogy azért jó szórakoznak az emberek. A műres a fejed lesz, mivel megtöltened, a napsüti szemedet, mindegy, hogy szereped a lényeg, a szereped. A 2022-es szexárdi szüreti napokat a Punani Massive koncertje zárta az emberekkel teli Szent István téren. A kormány elindította a hatóságjáros tűzifa programot, jelentette be Nagy István agrárminiszter a Facebook oldalán. Erre hétfőtől lehet jelentkezni az állami erdőgazdaságok kijelölt helyszínein. Fontos, hogy csak magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek vásárolhatnak tűzifát, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbmétert hatósági áron az ország 152 értékesítési pontján. Először telefonon, e-mailben vagy személyesen kell jelezni az igényt. A hatósági árat helyben kell befizetni, majd a vásárló tájékoztatást kap róla, hogy mikor és hova mehet az alapanyagért. Háromféle tűzifa, kemény lombos, bruttó 30 000 forintért, lágy lombos, bruttó 19 000 forintért, és fenyőfa tűzifa, szintén bruttó 19 000 forintért vásárolható. Mindenkit megnyugtatok, hogy a jó erdőgazdálkodásnak köszönhetően a fűtési időszakra elegendő tűzifa mennyiség áll az ország rendelkezésére. Az erdészeteink folyamatosan teljesítik a lakosság megrendeléseit, amellett, hogy vigyázunk az erdők védett értékeire, fáira. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton kora délután rendkívüli kormányinfót tartott.
Arról beszélt, hogy a háború és az arra adott szankciók brutális energiaáremelkedéshez vezettek. Annak érdekében, hogy ezektől a káros következményektől megóvják az embereket, újabb döntéseket hoztak. Így december 31-ig meghosszabbították az üzemanyag és élelmiszer árstoppot. Vagyis továbbra is fixáron juthatunk benzinhez, gázolajhoz és az alapvető élelmiszerekhez. Másfél évszázaddal ezelőtt gyártott gőzmozdony csodálhattak meg a dombóváriak szombaton. A különleges jármű a Kulturális Örökség Napjai nevű országos kezdeményezés keretében érkezett Tolna megyébe. A programsorozat annak az 1872-ben hatályba lépett törvénynek állított emléket, ami lehetővé tette az épített örökségünk első számbavételét idehaza. Hatalmas gőzfelhő tört ki a fékező vonatból. A jármű matuzsálem szombaton gurult be a dombóvári vasútállomásra. A szerevényen az egykor nagyforgalmú Kaposvárról induló járat emléke előtt tisztelektek. A különleges vonatra még az esős idő ellenére is sokan voltak kíváncsiak. Többen a szomszédos Somogy megyéből érkeztek Dombóvára a retro szerelvénnyel. Nagyon szeretem a vonatokat, gőzösöket, a retro hétvégék pedig szerintem tényleg egy remek alkalom, hogy a régi idők vasutát is megismerjük. Nézd meg, akkora kerekem, mint te. A szerelvény a Kulturális Örökség Napjai országos programsorozat keretében érkezett a Tolna megyei városba. Az alkalom ötletgazdája az idén 150 éves intézményes magyar műemlékvédelem előtt tisztelektek a hétvégi rendezvényekkel. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere azt mondja, őt magát is sok élmény köti az egykor országos hírű dombóvári vasút közlekedéshez. Diákként 4 éven keresztül megtettem a Dombóvár Bonyhádidas útvonalat. Akkor ez nem tűnt élménynek, de már felértékelődtek. Nyilván ami akkor volt, az már elmúlott. A dombóvári vasútállomást egyébként 1872. augusztusában nyitották meg, sokáig pedig az ország egyik legfontosabb közlekedési csomópontjaként szolgált. Letette hétfőn a polgármesteri esküjét Bordács József FAD új település vezetője. Ő már régóta jelen van a közszférában, hiszen 8 évig volt a Paksi Önkormányzati Képviselőtestület tagja, 2006 és 2010 között pedig a Tolna megyei közgyűlésben dolgozott. Mint stábunknak korábban fogalmazott, számos terve van, de elsősorban arra koncentrál most, hogy FAD-nak újra saját strandja legyen, valamint a már folyamatban levő pályázatokat akarja minél sikeresebben végigvinni. A szeptember 22-i autómentes napon egyetlen jeggyel egész nap bármilyen hosszú távon tetszőleges számban lehet utazni vonattal és busszal Magyarország területén, tudatta a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára. Vitézi Dávid kifejtette, hogyha egy utas csütörtökre bármilyen távra szóló helyközi mávstart vagy volánbusz jegyet vált, azzal a nap végéig utazhat az egész országban. A 100 kilométernél rövidebb távra szóló jegyek egyébként csak 4 órán át érvényesek, de szeptember 22-én felhasználhatóak lesznek a nap végéig országosan. Kettő háziorvosi körzetben is személyi változások lépnek életbe Szekszárdon. Erről döntöttek a Tolnai Megyeszékhely Szociális Bizottságának tagjai. A módosításoknak köszönhetően még a korábbinál is jobb lehet az ellátás minősége. A Kadarka utcai orvosi rendelőben lép hatályba az egyik változás Szekszárdon. A módosítást az orvosok kezdeményezték, a közgyűlés szociális bizottsága pedig jóvá is hagyta azt. Így az odajárók alkalmanként új szakemberrel találkozhatnak majd. A helyettesítő személyek, helyettesítő orvosok személyében történik változás. Dr. Görbei Éva doktornőt helyettesíteni most már Vitai doktor úr és Enrődi doktor úr fogja. Vagyis az eddig helyettesítést végző egy orvos helyett a jövőben már 2 szakember látja el a feladatot, de újdonságra számíthatnak a Tarcsai utcában és annak környékén élők is. Abban a rendelőben az asszisztens személye változik. A 13-as számú körzet vonatkozásában dr. Cucor Judit doktornőt Tóth Andrea helyett most már Hollandus Péterné ápoló fogja segíteni. Szekszárdon tehát továbbra is folyamatos az orvosi ellátás valamennyi körzetben. Elaludt egy sofőr Szekszárd közelében, ezért halt meg az egyik utasa még 2020-ban. A hétfős társaság egy esküvőről tartott hazafelé, amikor a kocsi lesodródott az útról, árokba borult és fának csapódott. Az utasok közül egy nő nem volt bekötve, a feje egy fa és az autó közé szorult, azonnal meghalt.
A sofőr korábban első fokon több mint egy év börtönt kapott, de most másodfokon enyhítettek a büntetésén. Első fokon a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a vádlottat 1 év 3 hónap fogházbüntetésre, amelyet a másodfokú bíróság túl szigorú büntetésnek talált, mivel beismerő vallomást tett a vádlott, illetve olyan sok enyhítő körülmény merült fel az ügyben, amely lehetőséget teremtett arra, hogy a másodfokú bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 4 évi próbaidőre fel függeszte, természetesen a jogosítványtól bevonás az továbbra is fennáll, amely 4 év. Az ítélet jogerős. Megkezdődött a határvadászok szolgálata a déli szakaszon, Csongrád-Csanád vármegyében, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. A közleményben emlékeztettek, hogy a közelmúltban több mint 500 szerződéses határvadász tett esküt a készenléti rendőrség alakuló terén. Közülük azoknak, akik a 4 hetes képzés végén sikeresen levizsgáztak, a napokban meg is kezdődött a szolgálata. Nagydorogon már több évtizedes hagyománya van a szüreti mulatságnak, bár a felvonulást idén a rossz idő miatt nem tudták megtartani, az ünneplés így sem maradt el. A mai nap legyen jó kedvettől kedves, tortunk pedig az újbortól nedves. A hagyományos szüreti felvonulás a rossz idő miatt sok településen elmaradt a hétvégén, így volt ez Nagydorogon is. Azonban az eső sem szegte senki kedvét, ugyanis a délután során a helyi általános iskola udvarán felállított sátorban színpadi műsorokkal folytatódott a program. Itt többek között a Nagydorogi Búzavirág Néptánc Egyesület is megmutatta magát. A jövő generációjának adjuk át úgy a hagyományainkat, hogy óvva, vigyázva arra, hogy autentikus legyen, eredeti legyen, és visszaadja azt a fajta nemzeti érzületet, amit mi szeretnénk ezzel képviselni, és persze így továbbadni. Fekete szemű mennyecske, ne menj haza este, lepedd meg a kecske. A rendezvényen a legkisebbek is színpadra álltak, minden évben lelkesen készül a lakosság a programra. Elsősorban közösségépítő szerepe van, és természetesen akik táncegyüttesek Nagydorogra látogatnak, akkor a Nagydorogi Búzavirág együttes is meglátogatja azt a települést. Most például a Dunaszent Benedeki Néptánc csoportot látjuk így, mint külsős település vendégül. A település vezetője hozzátette, hogy Nagydorogon már több évtizedes hagyománya van a szüreti mulatságnak. Regionális híreink következnek. Rezsitámogatási javaslat tűzkeresztben a pécsi kormánypárt elképzelése. Nemzeti emlékhelyeink a magyar-horvát határ mentén konferenciát tartottak Szigetváron. Hogyan készítik a cementet, várták az érdeklődőket a királyegyházi üzemben. Populizmus. Így jellemezte a pécsi Fidesz rezsitámogatási javaslatát a baloldali városvezetés. Szerintük nem ezzel, hanem a kormányzati hitel törlesztésével kellene foglalkozni. A kormánypárti képviselő szerint viszont éppen a baloldali hitelfelvétel lesz majd megterhelő a városnak, hiszen azt kamatostul kell visszafizetni. Populistának nevezte a baloldali városvezetői oldal a pécsi Fidesz frakció szociális rezsitámogatási javaslatát, illetve a kisvállalkozásoknak javasolt bérleti díjkedvezményt, amit az önkormányzattól bérelt ingatlanoknál érvényesítenének. Ez a csomag mintegy 100 millióba kerülne a Baranyai megyeszékhelynek. A Pécs jövője frakció szövetsége a javaslatra reagálva közleményt adott ki. Ebben azt írják, a helyi fideszesek a populista szólamok helyett lépjenek végre a tettek mezeire, és kezdjenek el lobbizni saját kormányoknál azért, hogy érdemi segítséget kapjanak a pécsiek. Tippjük is van, a Fidesz által okozott adósság idei 1,75 milliárd forintos törlesztő részletének elengedése, esetleg átütemezése, például jó irány lenne, írják a közleményben. Erről kérdeztük a Költségvetés és Gazdasági Bizottság fideszes tagját.
Polgármester úr szerint a 8,5 milliárdos állami támogatás, amit a városnak ugyan valóban vissza kell fizetnie 0%-os kamat mellett, az egy óriási teher, azaz ennél nagyságrendekkel nagyobb, most már mint egy 9 milliárd forintot számláló EIB hitel, amit polgármester úr és Ruzsa Csaba irányítása alatt vettek föl 2019 óta, az pedig ugye 3-4%-os kamat mellett visszafizetendő az Európai Beruházási Bank részére. Vagyis sokkal többe fog kerülni a baloldali hitelfelvétel, mint az, amit még az előző városvezetés kapott, mondja Barkóczi Csaba. Tehát én azt gondolom, hogy hitelügyekbe Péter Fiatila nem utogasson az előző városvezetésre és a Fideszre, inkább a saját költekezéseit próbálja meg visszafogni, főleg úgy, hogy annak tükrébe kell folyamatosan hiteleket fölvenni a városnak, hogy ő hiányról beszél, de a saját barátai fizetését azt éves szinten milliókkal emeli. Meg gondolok itt a vagyonhasznosító, a Biocom és más városi cégek, intézmények igazgatóinak béremelésére, melyek polgármester úrhoz kötődnek. A baloldali közlemény nem részletezi a rezsicsökkentő javaslatokat, csak a hitelfizetést emeli ki. Mint ismert, a pécsi fideszes javaslat szerint, akik átlag felett fogyasztanak gázt 15 ezer forinttal, a villany után 5000 forinttal támogatnák havonta, míg a tűzifát használóknak egyszeri 75000 forintos támogatást nyújtanának. Az egyedül élőket, a gyermeküket, gyermekeiket, egyedülnevelőket, a legalább 4 gyermeket nevelő családosokat támogatták volna így. Azonban a javaslat nem került a pécsi közgyűlés napirendjére, így nem tárgyalnak róla szeptember 20-án. Nemzeti emlékhelyeink területfejlesztési jelentősége a magyar-horvát határ mentén volt a címe annak a közös konferenciának, amelyet a Szigetvári Vigadóban tartottak. Megnyitó beszédében Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter hangsúlyozta, alulról szerveződve a civileket bevonva újra kell építeni a magyar-horvát kapcsolatokat. A hagyományoknak különleges szerepük van az egyes közösségek életében. Zrínyi Miklós, a politikus, katona és költő születésének 400. évfordulóját, a 2020-as esztendőt emlékévvé nyilvánította az országgyűlés, ami ugyan a pandémia árnyékában telt, mégis az események már jelezték, hogy a horvát és a magyar társadalom egyaránt pozitívan emlékezik a közös múltra. Nemzeti emlékhelyeink területfejlesztési jelentősége a magyar-horvát határ mentén címmel szeptember 16-án konferenciát tartottak Szigetváron. Megnyitó beszédében Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a magyar-horvát kapcsolatok újraépítésének fontosságáról beszélt, melynek egyik alapja lehet a közös zrínyi kultusz. Nem tudjuk eléggé megbecsülni azoknak a civil szervezeteknek az akaratát és lendületét, akik mindig a semmiből próbálják újra szülni és újraépíteni a magyar-horvát kapcsolatokat. Nem tudjuk eléggé becsülni azokat a történészeket, azokat a gazdasági szakembereket, azokat a kultúra szervezőket, akik nem csüggednek el a pillanatnyi sikertelenségektől, hanem mindig újra nekirugaszkodnak. És most ez a konferencia is egy ilyen nekirugaszkodás. A konferencia első előadója Sokcsevics Dénes történész kroatista, a Zágrábi Magyar Kulturális Intézet korábbi igazgatója volt, aki arról beszélt, miként őrizték meg a szigetvári hős horvátországi kultuszát a 19. századtól egészen napjainkig. A bevezető előadásként az Zrínyiek horvát és magyar kultuszáról fogok beszélni, arról, hogy mit jelentenek az Zrínyiek a horvátoknak és magyaroknak a történelemben, a múltban és a jelenben, és hogy milyen lehetőségek vannak ebben, hogyha sikerülne az UNESCO szellemi világörökség részévé tenni magyarok-horvátok kezdeményezésére a Zrínyi örökséget. A Szigetváron ma is élő zrínyi kultusz jó példája annak, hogy egy közösség csak nem 2 évszázada különféle történelmi korszakokon átívelve hogyan ápolja hőse emlékét. A zrínyi kultusz a Baranya megyei értéktárba is bekerült. Hogyan működik egy cementgyár? Milyen folyamatokat kell felügyelniük, ellenőrizniük a szakembereknek? Ezekre a kérdésekre kaptak válaszokat többek között a látogatók Királyegyházán. Nyílt napot tartottak a Lafarge-nál, ahol előzetes regisztráció alapján várták az érdeklődőket.
Dolgozik az ipari robot a királyegyházi cementgyárban, mintákat tesztel, elemez. Ez pedig már az irányító központ, ahol az egész üzem működését figyelemmel kísérhetik a szakemberek. Ezeket is megnézhették a látogatók pénteken, ugyanis nyílt napot tartottak a gyárban. Közel 200-an jöttek el, regisztrált résztvevőnk volt, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöhettek, megismerhették a fenntarthatósági céljainkat, hogy mitől is lehet zöld, környezetkímélő a cementgyártás. Bár rossz idő volt, mégis a kis vonattal nagyon sokan körbe tudtak menni, megnézhették a teljes gyárterületet, illetve a laboratóriumban Walterrel, a mintavételező robotunkkal találkozhattak a nyílt nap résztvevői. Jótékonysági futóversenyt is terveztek erre a napra, azonban a rossz idő miatt ezt elhalasztották. Így a gyárlátogatás, az üzem bemutatása volt a középpontban a pénteki napon. Most pedig nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Szomorkás idő, fergeteges hangulat, ez jellemezte az idei szekszárdi szüreti napokat. Gőzmozdony gurult be Dombóvára, sokan voltak kíváncsiak a jármű Matuzsálemre. Elaludt a sofőr, szörnyet halt az áldozat, nem kell börtönbe vonulnia a vétkes férfinak. Szüreti fesztivál nagy dorogon, a rossz idő sem szegte az emberek kedvét. Kedden még élénk, erős légmozgás várható, emellett több órás napsütésben lehet bízni, de erősen felhős időszakok is előfordulhatnak. Főként a déli óráktól szorványosan ismét kialakulhatnak záporok, éjszakára mérséklődik a szél, már csak elvétve lehet egy-egy futó zápor, az éjszaka nagyobb részén csillagfényes időig érkezik. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!